a Dobri Dánnal is, hiszen akkor találkoztunk először a színpadon. Igen? Igen. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatódik a Vörösmarty Színház sorozatunk, hiszen sikersztori. Tegnap Krisztik Csabával beszélgettem, aki, mint tudjuk, Kaszás Attila díjat kapott. A mai vendégem pedig Nagy Péter, aki a Vidéki Színházak Országos Találkozóján Bazarov szerepéért, Turgenyev Apák és Fiúk című darabjának Bazarov szerepéért kapta meg a legjobb férfi alakítás díját. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, hogy itt látok. Evez a mélyre, ez az alapvetés nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy a középiskolával kell kezdenünk, hiszen ahogy olvastam, nem nagyon érintett meg az első időszakban a vers, mint ilyen, és az irodalom. Aztán ez változott gyorsan, illetve szavaltál, mondtál verset, de mégsem úgy, mint ahogy azt általában jó néhány színésszel beszélgettem, azt mondták, hogy őket már 6 éves koruktól ezzel ébredtek és tértek nyugovóra. Igen, szóval hát úgy helyes a dolog, hogy pont igazából a versek voltak, amik engem így megérintettek, vagy... Arról volt szó, hogy igazából a színház az az, ami nem vonzott engem annyira. És ez az, amit igazából így főleg untam, amikor nagy ritkán oda keveredtem a közelébe. És hát a versek voltak azok, amik úgy a maguk sűrűségével úgy igazán közel tudtak kerülni hozzám. De ez is inkább csak egy ilyen személyes viszony volt, nem voltak ezzel komolyabb terveim. És a színházzal való kapcsolatod ugye Földesi Margit stúdiójával változott meg. Igen. Mit tud adni? Hiszen akárhányszor kérdezek erről bárkit, mindenki dicséri Földesi Margit stílusát, azt a fajta tanítói, emberi kapcsolatát, amit létre tud hozni a tanítványaival. Ezt tudni kell róla, hogy ő nem egy ilyen igazi, hogy mondják ezt, egy ilyen drámaiskolát csinál, hanem ez személyiségfejlesztő, nem tudom mi, kurzus vagy bármi foglalkozás. És ez az egész dolognak ez a kulcsa. Tehát amit ő csinál, az a személyiségre épül. És nyilvánvalóan, hogy ezt úgy éri el, hogy ő maga is a személyisége által hat. És az, amit ő csinál, az ilyen értelemben nem egy iskola, miközben nagyon sok olyan eleme van, amit egyébként nagyon sokan már alkalmaznak, ő úgymond növendékei, tehát akik oda jártak hozzá, ilyen improvizációs játékokat, előadásokat csinálnak, van ez a Momentum társulat, nagyon híresek, például többek között velük is nagyon sok időt voltam, töltöttem együtt, tehát ezt alkalmazzák ezeket a dolgokat, a Margit is nagyon sok mindenből merít, de azt gondolom, hogy hogy ő mit is csinált, mert nagyon sokat, főleg az elmúlt 1-2 évben én rengeteget gondolkozom ezen, de igazából arra építette az egészet, hogy az embernek a személyisége meg tudjon szólalni. És ő ezt erősítette mindenkiben, hogy megtalálja a személyes hangját. És ez a személyes hang az ugye nem biztos, hogy az a színház felé terelte az embert, vagy adott esetben színészé. Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen találták meg így a helyüket a világban. Mert ő ezt helyezte mindig a középpontba, hogy van egy ember, vagy két ember, az egyiket tudom nézni, a másikat tehát nem. Ez... És mitől tudom nézni az egyiket, és mitől... Tehát egy kritikus, szemlélődő tinédzsernek, aki elől nem lehet elvenni a kékeget, tökéletes választás. Igen, igen. Most hát mondjuk hozzá kell tennem azt, hogy azért ez nagyon nagyba véletlen volt, mert én, hogyha már középiskolánál tartunk, akkor nem, tehát ugye nem készültem egyáltalán a színészi pályára, csak nem vettek föl egy gimnáziumba, és akkor gyakorlatilag, amikor a Kölcsey Ferenc gimnáziumba kerültem, akkor egy kicsikét ilyen, hogy olyan talajvesztetten álltam, hogy most akkor mi lesz velem, és ki volt írva, hogy van ilyen drámaszakkör, és akkor pont ezek miatt, a versek miatt én elmentem egy ilyenre. És aztán ez valahogy úgy, nem tudom, ez úgy megtapadt ez a gondolat, megfogant, és teljesen véletlen kapcsán
egy barátomról tudtam meg, hogy ő jár Földesi Margithoz, és akkor őt valahogy így mondtam neki, hogy én szeretnék oda menni, és akkor először így, most tudom, mintha megpróbált volna lerázni, és nem tudom, hogy kötöttem ki oda. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nem volt ez olyan őrületes. De utána kitartó lettél, hiszen a harmadjára kerültél be a Színművészeti Egyetemre. Igen. Tehát itt képzelted, és így képzelted el a jövődet. Utána igen, utána hoztam egy döntést. És ez is a Margitnak köszönhető, tehát hogy emlékszem, ott az első megmozdulásom után odajött, és azt mondta nekem, hogy te egy tehetséges ember vagy, tudod? És hát nyilván, hogy ezek baromi fontos dolgok, mert ezek olyan támaszt adnak, hogy az ember elkezd akkor gondolkozni abba, hogy hát ha, és tulajdonképpen meg is adta ott nekem a lehetőséget, hogy kipróbáljam magam, és elhiggyem azt magamról, hogy én ezt szeretném csinálni. De a döntés felelőssége az rendkívüli, ugye ezt tudjuk Szárfóta. Az az enyém. Tehát dönts így vagy úgy, de dönteni köteles. Így van. És akkor ez nyilván, hát akkor az embert elkezdik bombázni ezekkel a pályaválasztási tanácsokkal, hogy akkor most mi leszel, ha nagy leszel, el kellett dönteni a gimnáziumba, és én ezt már akkor elég hamar tudtam, hogy én a színművészetire szeretnék menni. Így is történt, egy remek osztály, Lukács Andorral és Jordán Tamással. Mellékszálként azért mondjuk el, hogy ugye Krisztik Csaba, Kádas igen. Józsi és a ki a harmadik? Igen, Andrássy Máté is évfolyam társad volt. Legendákat mondanak Jordán Tamásról és Lukács Andorról, és ez ráadásul egy remek osztály volt a tiétek. Igen, és hát ami a nagy különlegessége volt annak, hogy ugye hogy ők akkor kerültek be a színművészetire az egyetemre, mint tanárok, Székely Gábor őket hívta meg, próbálkozott ott is valami más szemléletnek így a meghonosításával, és ők nem rendelkeztek azokkal a rutinokkal, és most inkább a rutinnak a rosszabbik oldalára gondolok, tehát akkor, hogy a színművészeti már egy kicsikét kezdett így betokosodni. És ők egy teljesen másfajta gondolatisággal vágtak neki. Nagyon nagy volt az osztálylétszám, 22-en voltunk. Egyébként még mindenki a pályán van, ami már ritkaságban megy. De úgy, hát, és itt is azt tudom mondani, hogy két kiváló egyéniség volt, színész egyéniség, mind a kettőtől nagyon sokat lehetett tanulni, és mind a kettőtől mást. Tehát többek között azt is megtanultad, hiszen a cogito ergo sum jegyében éled az életed, ezt igen. tudjuk, hogy a rutint elutasítva határozottan. Igen, illetve hogy ott használom, ahol kell. Ahol kell. Tehát, hogy inkább azt szoktam csinálni, hogy rutinból építkezem, és utána azért, hogy ezt el tudjam engedni. Tehát ez a létra. Azzal, hogy a évfolyamtársaiddal együtt jó néhányan Debrecenbe szerződtettek a Csokonaihoz, az fontos volt, hiszen azt is olvastam, hogy számodra nagyon fontos a közösségi lét, a közösségi lét misztériuma, hogy egy olyan közösségben dolgoz alkos, ami kielégíti azt a gondolkodásmódot, amely jellemez téged. Igen, akkor Figyelszki Attila és Csányi János, aki ugye akkor a Bárka Színházból jött el, ők nagyon merészet álmodtak, amikor a Debreceni Színháznak az élére kerültek, és akkor kapásból 10 fiatalt hívtak le abból az osztályból, ami az osztálynak a fele volt, és mi ebben láttunk garanciát arra, hogy mi közösen tudjunk tovább dolgozni, és az a szellemiség, ami kialakult ott a főiskolán, ez tovább tudjon épülni és fejlődni. Ez nekem az életemben ez valahogy nem hozta azt a, vagy nem töltötte be azt a reményt, amit én ettől vártam. Nyilván ennek voltak magánéleti oldala is, de nem is fontos ez. Hanem hogy igen, tehát hogy a közösség az anélkül ugye nem lehet azt gondolom létezni, és nem lehet dolgozni sem. Színházat semmiképpen nem lehet anélkül csinálni. És az is egy fontos, hogy én azért mentem a színházba, mert azt gondoltam, hogy én a színházban meg fogom találni azt a közeget, amiben jól érzem magam. És ez valahogy ilyen óvodás korom óta megvan, hogy az óvodából vártam az iskolát, az általános iskolá után vártam a gimnáziumot, gimnázium után vártam mindig az egyetemet, és az egyetem után vártam azt, hogy a pályára kerülök, és majd akkor a színházon belül megtaláltam, és aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy a közegből hiányzik valami, valószínűleg onnan is hiányoztak összetevők, de leginkább belőlem hiányzott valami. A szerepek sem segítettek? Ezen igazából azt mondom, hogy nem. Talán én egy ilyen kicsit, egy ilyen
egy ilyen kis hisztis kamasz, vagy nem tudom minek, vagy egy ilyen nyughatatlan fiatal embernek látom én ebbe az egész dologba magam, aki nagyon kereste a helyét, és igazából azt hiszem az első ilyen nyugvó pont az volt, amikor Debrecenből eljöttem, és ott valami ott megtört bennem, de tulajdonképpen jó, hogy megtört, tehát az a csalódás, az kellett, és Zalaegerszegre kerültem, és... Ez érdekes, meg akartam nézni a térképen. Kicsi a mi országunk, igen, de ennél nagyobb átló talán nincs. Keresztbe kell ugrni mindig a labdát, hogy meglepjük az ellenfelet. Tehát nem tudom, 800 kilométer, 700 körül. 600. Vagy ha akkor legyen 600. Jó, nem néztem meg. Viszont remek választás volt. Ha menekülésnek nevezzük, ha nem. Ha újat keresésnek, hiszen találkoztál egy emberrel, aki máig több emberrel, hiszen többükről lesz szó, az a zalaegerszegi, és nem kitérőnek nevezem, hanem egyik legfontosabb része az életednek mindez idáig, mondom én. De kezdjük az elején, tehát Bagó Bertalan, Bagó Bercire gondolok elsősorban. Igen. Leültem a színész klubba, tudni kell, hogy akkor azóta a feleségem, ő akkor már ott volt a színházban, és ott ismertem jó néhány embert. Nem a feleségem ajánlott, hanem egy másik kolléga. Tudta, hogy eljövök Debrecenből, és akkor leültem így egy ilyen székbe, vagy fotelbe leültünk, és akkor beszélgettünk, mondtam, figyelj, Berci, hát az van, hogy... És mondtam, mit szeretném mondani? Hát mondom, tudod, így az van, hogy én így az életem és a pályám... Azt mondja, mit akarsz mondani? Mondom, szeretnék... Láttam valahogy itt, és mondta, jó, rendben, akkor ide veszlek. Anélkül, hogy ő látott volna, vagy így tudott volna bármit is rólam. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy az élet furcsán így elénk rakja néha azt, amit így nem is sejtünk. Ez valahogy fantasztikus történet ám, mert hogy bármely beszélgetést hallunk, a három dolog bizonyosan benne van, Bagó, Dobri Dani és Bereményi. Igen. De a Bagó Berci mégis más, hiszen ez napi kapcsolat, és mintha kézenfogva járnátok. Igen, de így hozta az életet, nem azért, mert... Világos. Egyszerűen az volt, hogy, tehát, hogy ez a beszélgetés, tehát, hogy valami egészen más hangot ütött meg, mint ami... Tehát nyílt volt. És erre válaszol, hogyha az emberrel ilyenek, akkor az ember is megpróbálja ugyanezt a nyíltságot visszafele adni. És bátran egymás fejéhez tudtunk vágni olyan dolgokat, ami más helyzetben elképzelhetetlen lett volna, mert vérig sértettem volna az adott embert, hogyha nyíltan elmondom a véleményemet. És ez őt egyáltalán nem zavarta. Tehát, hogy és még egy nagyon fontos dolog ebben, hogy tulajdonképpen a humorunk az kiderült, hogy nagyon hasonlít. És azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább így két embert közel tud hozni egymáshoz. És Zalaegerszegen, ami épült, vagy ami ott nem épült, hanem volt, az tulajdonképpen az egy ilyen elég érdekes módon konzerválódott, de egy igazi közösség. Tehát ketten kicsit olyanok vagytok, mint Somjónál, ahova nem tartoztok, akik kétségbe esetten mémelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Ti valóságosak vagytok, ezt tapasztalom egyébként rendezőként, illetve színészként nem különben. Dobri Dani. Illetve Bereményi. Hát ez... Én, tehát a koromnál fogva is, mi Cseh Tamáson és Bereményin nőttünk fel. Minden egyes a dalszövege, ami nem is dalszöveg, hanem nagyszerű versek. Ugye ha azt mondom még, hogy hol lesz majd lakóhelyünk, stb. Ó, a Balaton, ezen nőttünk fel a 70-es évek közepén, amikor számunkra tetőzött az ifjúsági probléma, teszem hozzá. Ő milyen barát lett? Hogy lett barát? Hogy lett ki a olyan Dani, társ? Vagy Dani vagy a Géza? Először a Gézával kezdjük. Bár ők ketten összekapcsolódnak. Igen, meg nem. Tehát igazából Géza már akkor nem volt ott Zalaegerszegen, amikor én oda kerültem, hanem az utolsó évben rendezte az Apacsokat, amit ő írt Kovács Krisztiánval közösen. Ez egy ilyen ügynök darab volt, az indiánokról és az ügynökökről szólt, és hát ugye tudva levő, hogy Cseh Tamás is egy ilyen indián volt, tehát indián játszott, ezt most nem tudom bővebben így kifejteni, és valahogy ennek a darabnak a kapcsán, meg ennek az egész, ami ott akkor történt, volt egy igazgatóváltás, minden, ott
egyszerűen elkezdtünk beszélgetni, és ez a beszélgetés is egyre őszintébb lett, és egyre nyíltabb, és nagyon gyorsan lett az. És az ember egy néhány óra után, vagy néhány nap után azt veszi észre, hogy úgy beszél egy ilyen emberrel, mint hogyha egy ilyen tekintélyes bácsival, mint hogyha nem tudom, 100 éve ismernénk egymást, és olyan titkaimat mondtam el neki, amit még a legjobb barátaimnak sem szoktam, tehát olyan nyíltsággal és őszinteséggel lehetett vele megint beszélni, és ő ezt valószínűleg, tehát hogy nem tűnt úgy, mint aki visszaélne vele. Sőt, ő is nagyon sok mindenbe beavatott, nagyon sokszor fölhívott napközben, hogy milyen gondolatai vannak, és ebből egy ilyen, tehát tényleg egy ilyen barátság volt, ami tehát annak ellenére, hogy ugye az apám lehetne korban, de nem volt ebben semmi atyáskodó. És az, hogy utána mondjuk közösen még mi dolgoztunk tovább történetesen ezekkel a dalokkal, vagy ezzel a lemezzel, ami megszületett, az majdnem, hogy egy vicc volt. Tehát, hogy tényleg ő úgy mondta, hogy elvonási tünetei vannak, és akkor valaki muszáj lenne neki dalszöveget írni. Mondtam, írjál Géz, azt mondja, jó, de kinek írjak? Mi tudom én, írjál nekem. Nem nézett. Azt mondja, jó, akkor írok neked. Igen. És akkor, na, és akkor onnan elkezdünk, de ilyen félig viccesen mi erről elkezdünk beszélni, és aztán ezt a viccet, ezt mintha eljátszottuk volna igaziból. És akkor itt jött a képbe Dobridán, hiszen mi ne feledjük, én 2015-ben találkoztam veled először, azt hiszem, a Kortárs Művészeti Fesztiválon, és fönt a színpadon beszélgettünk, megragadott ez a zene, hogy feláll két srác, és remek zenét játszik, és akkor én nem tudtam, hogy a Bereményi dalok részben, igen, és a saját dalaitok, de remek volt. Na igen, Dani Zalaegerszegen volt, 25. évfordulója volt a társulatnak, vagy a színháznak, és ott zenéltek ilyen 16 éves gyerekek lenne a klubban, ilyen lehet mondani, hogy ilyen igazi taknyosok. De egy jazz, hát majdnem úgy egy big band volt. És én nekem tátra maradt a szám. Ültem ott a sarokba, és hallgattam, ahogy játszották a standardeket, majdnem úgy így, hát teljesen élvezhetően, majdnem úgy hibátlanul minden. Én akkor szaxofonoztam éppen, úgyhogy volt egy pici affinitásom ehhez a világhoz, nagyon keveset tudtam róla, de föltűnt, hogy ez a srác ez komolyan gondolja, amit csinál. Kiderült róla, hogy egy kitűnő tanuló, tulajdonképpen bármivel foglalkozhatna, de ő olyan szinten volt elkötelezett abban, amit csinált, hogy én nem láttam, nem találkoztam nagyon hasonló sráccal, és tehát annak ellenére, hogy egy kis nyikaj volt hozzám képest, akkor de 10 év van köztünk, ott megint csak ezt éreztem, hogy nem tűnt fel az, hogy közöttünk van-e korkülönbség, vagy nincs, úgy beszélgettem vele, mint bárkivel, tehát egy olyan szellemileg és mindenféle téren egy olyan felkészült, tájékozott srác, hogy az biztos volt, hogy mi elkezdünk valamit közösen. No, még mindig Hevesi Sándor Színház. 2010-ben ugye egy másik, és ráadásul ugye Turgenev és Gogoly, ha nem is ismerték egymást, olyan túlságosan jól, legalábbis nem voltak barátok, de ugyanaz a kor. A Revizor pedig nagyszerű, Lesztakov szerepe pedig nagyon jó volt, neked rád illik mindenféle értelemben, hiszen a legjobb férfi alakítás díja itt szintén a tiéd volt. Ez érdekes, Turgenev és Gogol. És két. Igen, igen. És mégis eljöttél Zalaegerszegről. Azért jöttem el, mondom, tehát 2010-ben volt egy igazgatóváltás. Bereményi Géza és Tucsi András pályáztak a színházra. Gyakorlatilag azzal folytatódott volna egy munka, a társulat akkor egybe tudott volna maradni. És ehhez képest a város vezetése egy másik döntést hozott, ami ellen a társulat akkor igen hevesen tiltakozott. És akkor tulajdonképpen mi látva azt, hogy itt erősen politikai jellegű, tehát hogy mondjam, inkább hatalmi jellegű döntés született, ahol figyelmen kívül hagyták azt, hogy a társulatnak a többsége hogyan szeretné folytatni a munkát, akkor valahogy azt éreztem, hogy nekem biztos, hogy semmiféle keresnivalóm nincs, mi nem fogunk szót érteni, és nem is szeretném keresni azt a szót, amiben mi egyet fogunk tudni érteni, hanem inkább akkor elkezdem járni a saját utamat. És hát ez egy borzasztó nehéz dolog volt, gyakorlatilag a semmibe ugrottunk ki, akkor egy jó néhányan, ott akik fölálltunk a társulatból,
de... Akkor ugye már házas voltál, és már... Utána nem, hát akkor már várandós volt az Orsi. Tehát első. Áron fiad. Igen, úton volt. Felénk. Épp úton volt. És mihez kezdtél akkor? Ilyenkor általában egy színész, aki a színpadon érzi jól magát szabadúszóként, mihez kezd? Vállalja a munkákat, hogyha megkeresik ezt, akkor még az eleinte még voltak munkák, amik így jöttek, de hát pont ez, hogy tehát ez nem egy egyéni műfaj, vagy ideig, óráig lehet csinálni, úgyhogy az ember mindig veszi a sátorfáját, de rengeteg energiát emészt föl az, hogy bemegyek valahova, és akkor csak ismeretlen arcok jönnek szembe, mindenkit meg kell ismerni, kialakítani, vagy én legalábbis próbálok erre törekedni, mert nem tudok máshogy dolgozni, vagy létezni a színpadon, hogy nem tudom, hogy kik vesznek már körbe, vagy legalább a nevét. És én, igen, tehát én enélkül nem tudom ezt elképzelni, aztán hát tulajdonképpen rájöttem, hogy a szabadúszás az egy másik neve annak, hogy az ember munkanélküli. Ezek is vannak, meg hát akkor sok minden dolog történt. Aztán jött a megkeresés. Ki invitált meg? Hogy történik egy ilyen tényleg? Már hogy melyik ide? Fehérvárra. Igen. Hát mondjuk volt közte 3 év, amikor nem dolgoztam, de... Igen, szóval... akkor a családi tüzet őrizted. Hát így is lehet mondani, de abba is hagytam. Tehát én teljesen... Én akkor teljesen leálltam. Ez csak azért fontos elmondani, hogy erre a kérdésre jól tudjak válaszolni, ha már van ez a kérdés. Tehát én 3 év után jöttem ide. Most az a 3 év az úgy volt, hogy én amikor utoljára színpadon voltam, az itt volt Fehérváron. A Don Carlost játszottuk, akkor még ugye nem alakult meg ez az újfajta társulat, vagy akkoriban épült. És a Don Carlos-szal voltunk itt, de tulajdonképpen mint vendégek. És akkortól vált esedékessé az, hogy én Fehérvárra jöjjek. Ugye hát a Cserhalmi játszott benne, Póza Márki volt akkor, a Gáspár Sanyi, a Derzsi, akik még ugye ez egy az Új Színházba bemutatott előadás volt. És onnantól kezdve alakult ez a társulat. Ami van ezzel a vezetéssel, a Bagó Berci, akkor már ugye a Szikora, ha jól tudom, itt volt, vagy nem is tudom már. Mindegy, de ugye ez a legeleje volt, és én akkor már tudtam, hogy nem szeretnék többet játszani. Tehát akkor én már akkor leállítottam, lekapcsoltam a motort, csak még szépen még forgott tovább, még volt egy-két előadás, amit csinálnom kellett. És a Berci engem tulajdonképpen azóta ezt egy párszor így elmondta, hogy nem jössz Fehérvárra, mondtam, hogy na, mit csinálják ott? Messze van, meg éppen nem. Úgyhogy így nem. Azt gondoltam, hogy ez ennek így vége. És aztán pedig a véletlen megint csak így. Egyszerűen már mennem kellett, tehát 3 évvel később, tehát most itt ugrunk egy nagyot. És akkor megint csak ez így jött. Gondolom, hogy amikor a Makranci Zalán távozott, akkor ott megüresedett egy hely. És akkor megint lehetett jönni, kinyílt a kapu, és az életemben egy másik ajtó bezárult, ez meg kinyílt, akkor mondtam, jó, menjünk erre. Aztán jött a Velencei Kalmár, terrorizmus, Balfácán, Hülyéjem most, és itt megérkeztünk most a Turgenyev dalaphoz. Ez a Bazarov illik hozzád, ugye? Hát, vagy oda tekertem. Nem a nihilizmusra gondolok, mert ez egy másik dolog. Nagyon különös, mert amikor ugye én nem tudtam erről a darabról semmit, csak azt, hogy van egy regény, Turgenyev regény, és akkor elolvastam ezt a Turgenyev regényt, és utána elolvastam a szövegkönyvet. Na most ugye tudni kell, ugye, hogy ez egy adaptáció, ez nem a Turgenyev regény, hanem ez egy Brian Friel nevű, szerintem dramaturg, nagyon jól összeollózott dolgokat, amiket ő gondolt, mondhatnám inkább Csehovot, egy pici van benne Turgenyevből is. De hogy... Ez azért fontos, mert nekem mondjuk, amikor a darabot olvastam, tehát a színdarabot, akkor voltak nagyon komoly hiányérzeteim. Azután, hogy a Turgenyevet olvastam, igen, mert az ott egy teljes egység volt, de hát nyilván nem a Turgenyevet csináltuk, hanem ezt csináltuk. És én akkor egy picit azt kezdtem el nézni, hogy hogyan tudok onnan motivumokat átemelni, tehát hogy ugye ez nem egy orosz darab, tehát, de mégis megpróbáltam azt valahogy így megfogalmazni. És
Hát alapvetően ugye a színpadon, amikor állunk, akkor a személyiségünkből dolgozunk, ami bennünk van abból, meg ami nincs bennünk abból. És itt biztos, hogy sok minden volt, vagy több minden volt, ami bennem is ott van, és mondjuk kevesebb az, ami bennem nincs ott, és azokat nekem kellett mondjuk így hozzátenni. Azt viszont a néző szemével mondhatom, hogy szerintünk megtaláltad a mélységeket. Én például háromszor láttam, úgyhogy ezt bátran állíthatom, és úgy tűnik, hogy az ítészek is így gondolták, hiszen a legjobb férfi alakítás díja jó helyre került ezt most, és nem azért mondom, mert itt vagy. Köszönöm. És figyeltelek a Városházán. Ez egy másik történet már, hiszen tényleg nem volt olyan, hogy a városvezetés az elmúlt időszakban, most már igen, de ez ritkaság, hogy a városvezetés megköszöni. Ugye egyszerre köszöntötték Váradi Eszter Sárát, a 20 éves jubileumi mon, Krisztik Csabát és téged, és összenéztünk a kollégáinkkal, hogy úgy tűnik, hogy ez valóban meghatott téged, hogy figyelnek rá a város, és hogy ezt szeretnek téged. És nem csak téged nyilvánvaló, hanem szeretik ezt a társulatot úgy, ahogy van. És én nem tudnék olyat mondani, tehát olyan társulati tagot mondani, akivel elutasító lenne a székesfehérvári közönség. No igen, tehát... És itt megint visszatérünk a közösségre. Ahogy az előbb mondtam, tehát hogy mondjuk Zalaegerszegen éreztem azt, hogy teljesen mindegy, hogy itt a színházban mit akarnak, vagy hogy hogy akarnak. És általában ezt így tapasztalom, hogy ez igazából, és akinek nem inge, ne vegye magára. Tehát ez igazából, mint a legtöbbször az, hogy egy színházat fenn kell tartani, ez egy nyűg. Tehát ez nem tudja magát igazából eltartani, egy színház nem egy gazdasági intézmény, csak a probléma van vele, mindig kilóg a sorból a színház. És én nagyon sokszor érzem azt, hogy egy város inkább, ha tehetné, akkor nem kell neki a színház, de mégis el kell magunkról mondani, hogy van egy állandó színházunk. És az, ami esetleg látszott rajtam, az tényleg egy... Nekem itt nem voltak Fehérváron rossz tapasztalataim, de nem gondoltam, hogy akkor ez már önmagától, ez már így jó. Találkoztam egyszer-kétszer a polgármester úrral, és nagyon feltűnt, hogy egy közvetlen ember, akinek őszinteséget véltem, vagy őszinte tetszést véltem felfedezni a szeméből, de sugárzott a szeméből, de én ezen így akkor tovább léptem. De ez a gesztus, ami volt, hogy külön behívattak a Városházára, tehát ez nem volt, ez nem dolga egy városnak, ilyet nem szoktak csinálni. És valamiért mégiscsak fontos volt. És igen, ez egy formai keretek közé, ez egy protokoll keretek közé, egy köszönetnyilvánítás, amit ugye, ahogy el is mondta a polgármester úr, hogy a város nevében szeretném megköszönni, de ez engem tényleg úgy arcul csapott, hogy akkor valahogy így megmutatják az embernek, hogy fontos, amit csinálsz. Igen, mert én azt gondolom, hogy fontos, hogy otthont teremtsünk a lehetőségeinkhez mérten. Én például a saját eszközeimmel, értelemszerűen a városvezetők is a saját eszközeikkel, és ez jól van így, mert hogy akár most próbált darab, hoz is kapcsolódik az utolsó gondolatom, igen, az a Brecht darab, jó embert keresünk. Nos, mi is jó embereket kerestünk ide a színházba, ezt nézőként is mondhatom, és úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnunk. Tehát apropó, október 10-e megkezdődik az évad, 10-e óta próbáltok, milyen lesz ez a Brecht darab, a jó embert keresünk. Nagyon nagy ambíciókkal vágunk bele. Tehát természetesen Bagó Bertalan a rendező. Igen. És Dobri Dániel. Nem a zeneszerző, de tulajdonképpen zenei vezető, de mert ugye Dessau a zeneszerzője, tehát Brecht mellett. Ez egy nagyon nagy vállalás, ez egy klasszikusnak mondható mű, ugye a 20. századi, de egy zenés mű, szerintem ez megint csak egy olyan dolog, amit társulat nélkül nem lehetne elővenni, tehát az a produkciós szemlélet, ami most így eluralkodik, és ilyen iparággá teszi a színházat is, ez képtelenség lenne megcsinálni, mert egy pillanat alatt ilyen klisékbe kezd el az ember gondolkozni, belecsúszik, mert nincs idő mélyebbre menni, meg nincs rá alkalom, és nem vagyunk egyáltalán olyan viszonyban. Itt van alapja annak, a közösség az alapja annak, hogy egy ilyen
egy ilyen jellegű munkába így bele tudjunk csapni. Az, hogy milyen lesz, tehát azt akarom csak mondani, hogy törekszünk arra, hogy ez a kihíváshoz képest nyilván egy nagyon, nagyon erős előadásnak kell születnie, ez az elvárás. És abban is biztos vagyok, hogy ezért itt most mindenki mindent meg is tesz. A gondolkodó embert a kihívás érteti, és te közéjük tartozol. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Még egyszer gratulálok minden székesfehérvári színház szerető ember nevében. És hát érdeklődéssel várjuk, mi lesz a darabban. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Én köszönöm, még egyszer, hogy itt lettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a vendégem pedig Nagy Péter volt, a Vörösmarty Színház színművésze. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!